Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Szerbiában és az egész régióban. Többnapos küzdelem után a Bujanovac melletti Kozják településen, valamint a Bor melletti Stolhegyen sikerült megfékezni a lángokat csütörtökön este. A régió környező országaiban is a lángokkal küzdenek. Horvátország minden tájáról több száz tűzoltó és repülőgépek, valamint helikopterek vesznek részt a lángok elleni küzdelemben Dalmácia területén. Egy hétig olcsóbb lesz a benzin és a gázola is Szerbiában. A dízel literje 201, míg a 95-ös benzin literenkénti ára 190 dinár lesz. Ez azt jelenti, hogy a gázola és a benzin is 1 dinárral lett olcsóbb. Elkezdődött a vajdasági fiatalok egyik legkedveltebb fesztiválja, a Green Future. A háromnapos rendezvénynek, ahol számos ismert fellépőt várnak, ismét a zentai népkert ad otthont. Megvan Magyarország első aranyérme a párizsi olimpián. Kós Hubert ugyanis megnyerte a 200 méteres hátúszás döntőjét a francia fővárosban. A 21 éves versenyző a fináléban 1 perc 54 másodperc 26 százados idővel diadalmaskodott. Az ezüst a görög Apostolos Christou, a bronzérem pedig a svájci Román Mityukov nyakába került.